Hát kell még azért gyakorolnom, mert nem, nem régóta játszom. Komplián. Nem Zongorázta. hallottátok a bizonyságomat? Hallottad? Ahogy, hogy, hogy tanultam meg zenélni, hát zongorázni is. E, úgy tanultam meg természet fölött ilyen, de gitározni is, és gitározni még nem régóta gitározok. Igazából most másodszor gitározom így közösségben. Tényleg? Ez most a második alkalom. Nem, hát én, én egyszer voltam, ugye a bizonyságban benne van, hogy voltam együtt a hölgyekkel, ott együtt gitároztunk, amit láttál fotót is a gyöngyikékkel. Na az volt, az az ominózus eset. Én gitároztam, Szi? és Aha. énekeltünk. Jaj. És az volt az az alkalom, amikorra meg kellett tanulnom gitározni egy hónap alatt. Egy hónap alatt. Egy hónap alatt. E... És ott dicsértük Azt együtt az urat. Azt Így először, és, és én utána letettem a gitárt, tehát azóta én nem is gitároztam, hát. hanem visszatértem az ongorára, mert azzal dicsértem az urat mindenhol. Aztán most volt arról szó, hogy gitára jövök, úgyhogy most a héten vettem elő a gitárt. <laughs> És, hogy felelevelítsem, kérdeztem is Csabát, hogy hú, vajon tudok még gitározni? Há, <laughs> most kipróbáljuk! <laughs> Tehát ahhoz képest nem rossz, de már most azért érzem az ujjaimat. Jaj, 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 az úrnak. Jaj, Hát én, én nem, nem tudtam, tudtam. én nem tudtam, ma sem. Tehát De azt 2020. április 15 volt az ominózus nap Amerikában kint voltunk Amerikában, és azért volt nagyon jó, hogy kint voltunk Amerikában, ugyanis ha itthon lettem volna, az ember mindig talál elfoglaltságot itthon, tehát mindig van mit csinálni. Ha itt van a laptop, akkor egyértelműen vagy fordítok, vagy van valami videó, ami, amin dolgozom, vagy hát, vagy akár a házi munkától kezdve mindent, tehát mindig talál az ember elfoglaltságot, de azért is vitt ki bennünket az úr Amerikába, és most már, most már Tudom, hogy azért volt. <laughs> és azért kezdődött ott a COVID-időszak, és volt a lezárás, és, és nem tudtunk hazajönni. És, és, és igen, igenis a karanténban kellett, hogy legyünk, mert, mert nem volt más választás, és vártuk, hogy mikor repülhetünk haza, és nem tudtunk hazajönni, mert nem jött gép. Tehát teljes, teljes lezárás volt. Összesen négy hónapot voltunk kint. Hát igen, de ebből a négy hónapból nem minden nem az összes időszak volt. Inkább az utolsó három hónap volt, a, amikor már fönt voltunk Georgiában, tehát már nem Floridában voltunk, hanem de és abból is a, az utolsó másfél hónap volt, ugye, amikor, amikor én elkezdtem tanulni. Zongorázni, és az volt a jó, hogy effektíve nem volt más választás vagy lehetőség, mert internetünk annyi volt, hogy egy icike-picike kis telefon volt, és mm. Amerikában nem úgy működik például a hotspot, mint itt, hogy csak úgy megosztom a hotspotot a, a laptopommal, mm. és akkor laptopozok ö, simán, ott azért is külön fizetni kell, még a hotspotért is külön fizetni kell, és nagyon-nagyon és drága, hogyha az ember úgy igazán internetezni akar, úgyhogy ilyen picike kis telefon volt, mert csak amerikai telefonon mentek a dolgok. Nem is tudtuk használni a sajátunkat, mert európai. Na mindegy, lényegtelen, és azon a picike kis telefonon nézegettem ilyen kis videókat, és abból tanulgattam, vagy kezdtem el megtanulni, zongorázni. És és hát gyakorlatilag ott keményen tanultam. Bemagoltam az akkordokat. Szó szerint bemagoltam. Elkezdtem a tehát mindent az alapoktól kezdtem el, és, és ahogy mondtam is a bizonyságom, akkor te hallottad, meg te hallottad, hogy, hogy hazajöttünk június 1-én, de már akkor volt bennem egy kis frusztráltság, hogy én nem akarok már pötyögni, most már én dicsérni akarom az urat. <laughs> és segítsen nekem a Szent és leültem egy, egy dallal az okordokkal, és elkezdtem játszani. És én se tudom, hogy hogy. Ez az úr dicsősége. Uh -huh. tehát ezt ő csinálta, a és uh, ja, és ez az ő ajándéka, és mindenkinek ingyen adja. Mindenkinek ingyen adja aki kéri tőle, de kellett nekem ahhoz az a kényszerítő. Uh -huh. Hogy muszáj volt, hogy bezárva legyek, hogy nincs semmi más, csak zongora, és én, és nincs semmi más. És, és, és ez hozott el egy áttörést igazából, mert én, mert én nagyon régóta imádkoztam már ezért. Hogy mindig volt egy kis nehézség, hogy összehozni úgy a, dicső, a dicsőítést, Igen, hogy, hogy zenészek, elmé? hogy hogyan. Ki lesz, aki igazán tud kísérni, mert engem nem biztos, hogy könnyű kísérni egyetlen zenésznek sem. <laughs> Egyedi eset vagyok. <laughs> és, és amikor én kísérem saját magam, akkor nekem az a jó benne, hogy tudok áradni a Szent Szellemben. Tehát nincs korlátozás, nincs, nincs gát. És az, az, az volt a csodálatos, hogy emlékszem a, a napjára is, mikor ma itthon voltunk, és igazából jövésmenés volt nálunk, meg zaj, meg minden, és, és én csak elkezdtem dicsérni az urat a zongorával, ugye fejhallgató a fülemem, és nem hallok más, csak a zongorát, és én csak énekeltem, és így Annyira éreztem az angyalok jelenlétét, és ahogy ott áll előttem Jézus, és teljesen mindegy, milyen zaj vesz körül, teljesen mindegy, milyen vihar van idézőjelben az emberek életében, amikor megtaláljuk azt a szférát az úrral, hogy nincs más csak ő, és nem számít más csak ő, és csak dicsérem őt, és kizárok mindent.